Csiky Gergely Buborékok című vígjátékát tűzte műsorára a Győri Nemzeti Színház társulata. Vendégünk az előadás két főszereplője, Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, és Csankó Zoltán, Jászai Mari díjas színművész. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Örülünk, hogy itt vagytok! Köszönjük a meghívást! Egy házaspárt alakítotok a darabban. Mi jellemzi ezt a házasságot? Hogy lehetne ezt a házasságot a leginkább lefesteni? Például, ahogy most így ültök, ez így elmenne a darabban? Így kezdjön. Hát finoman nem vagyunk jóban. Igen, hát ez... És mi okozza a problémát? Miért nem vagytok jóban? Van egy zsarnok anya, és van egy papucs férj. Most ki volt előbb ez egy házaspár életében, ez nehéz megfejteni, ugye, tyúk vagy tojás, hogy igen. Melyik mitől lett olyan, amilyen? Igen. Nálam van a pénz, és ott az akarat. Igen, de nem elég. Ez a, tulajdonképpen ez az alapkonfliktus. Aztán azt nem tudjuk, hogy ez hogy alakult így. Ugye van, rengeteg gyerekünk van, öt. Egyik ostobább, mint a másik. Mondjuk így. Akik szintén az anyjuk példáját követve költik a pénzt, és ebből rengeteg konfliktus van. Mulatságos helyzetek, korrupció, üti fel a fejét, stb. Tehát nagyon sok minden átszövi ezt a darabot. És miért ilyen fontos? Miért játszik ennyire központi szerepet a pénz vajon? Mit tölt ki? Minek a helyére lép? Hát ez majd 140 éves ez a darab, de úgy látszik, hogy az időben ez semmit nem változik. Vannak bizonyos dolgok, amik nem változnak. Ma is, igen. Úgyhogy ez egy élő dolog. Meg azon túl a buborékok. Hát most nekünk ugye kihegyesedett már a fülünk erre a szóra, de mióta próbáljuk és játsszuk, azóta tulajdonképpen minden áldott nap hallom valahonnan a buborék szót. Tehát ma is buborékokban élünk, ma is számtalan buborék van körülöttünk, bennünk, fölöttünk. Tehát ez nem megy ki ez a darab szerintem a divatból soha, azért is szeretik annyira elővenni a színházak. És milyen buborékokat képzeljünk el? Tehát kinek mi játsza az elsődleges szerepet az életében? Kinek miért van szüksége erre a pénzre, vagy erre a látszat életre, amit folytat? Hát ugye itt mindig különböző kapcsolatok vannak a darab folyamán, és ezeket kell elképzelni buboréknak, amik aztán a darab vége felé szépen lassan kipukkadnak. Tehát van érdekházasság, ami egyszer csak meghiúsul, mert kiderül, hogy ez így fel fog működni, mert nincs, egyiknek sincs annyi pénze, mint a másik reméli, akkor az a buborék szétpattant, és így tovább. Most sok ilyen buborékot lehetne sorolni. Tulajdonképpen ilyen buborékokból áll össze az előadás. Van egy kedves néző, fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy hú, művész, ez nem is buborékok volt, de bugyborékok volt. Ő annyira jól szórakozott. Hát a felszínességeink, amik napjainkban is jelen vannak. Tehát ez a családmodell is jelen van, a zsarnok anya, a kegyetlen anya, a megengedő férj, és hogy ebből mit örökölnek át a gyermekeink, miket adunk át nekik örökségül. Aztán szerencsére itt a darabban felfellázadnak sorban egymás után a gyermekek, ahogy a való életben is így történik, azt hiszem. És hát mindez remek, rengeteg humorral. Bakos Kis Gábor rendezte, ő hihetetlen zenéket adott nekünk segítségül, és hát mi megélvezzük, mert nagyon, nagyon jó játszani nagyon. Ezeket a figyákat. Milyen játszani ezt a darabot? Igen, ez lett volna a... Nagyon jó. Hogy mennyire plasztikusak a karakterek? Mert ugye azért ez egy komikus darab, tehát alapvetően ez adja a fő hangulatát. Mennyire sikerül megmutatni a háromdimenziósságát a figuráknak a házas? Hát szerintem ez abszolút sikerül, tehát Anna is tele van nyílcíni tapsokkal, én is. Mert rólad nem is beszélve, hát, ugye? Zoli ezt a műfajt Isten ilyen tudja, úgyhogy nagyon jó vele játszani. Nem, elárulom, 6 nyílcíni tapsom volt. Igen. De Annának is volt egy csomó, és nem én számoltam a nyílcíni tapsaimat, hanem a fiam, ő 5-ig számolta, és akkor valaki mondta, egy újságíró, aki nézte éppen az előadást, ő számolta meg, hogy 6, én nem számolom, nem tartom ezt számon. Úgyhogy, na és mi a nyílcíni tapsok titka? Tudom, hogy ez erre nem lehet így válaszolni. Itt kell csinálni. A végén így kell csinálni. Jó, hát nem lehet minden mondat végén így csinálni. Nem, hát tényleg olyan, annyira jók a helyzetek, és annyira azt gondolom, hogy kidolgoztuk, bár feszített volt nagyon a próbaidőszak, de feszített sikerült. Volt?
Nagyon nehéz. Fizikailag, hát akkora a Győri Színház, az a színpad, hogy mire az öltözőből beérek a színpadra, már több kilométert megtettem, és akkor még ezután jön a játék, tehát fizikailag. Igen, Anna mindig mondta, hogy már megint izomlázom van. Ezt nem bírom, izomlázom. És mennyire van aktualizálva, mert ugye Anna, te is említetted, hogy ez egy 140 éves téma, ez egy örök téma, a mai időkben ugyanúgy értjük ezeket a helyzeteket, de van-e aktualizálva? Én valami olyasmit olvastam, hogy a Kaposvári Csiki Gergely Színház előadásának szövegkönyvére, de mégis egy kicsit a Győr városára, vagy arra a helyzetre vannak átírva bizonyos dolgok, az hol érhető tetten? Igen, de csak ez nagyon pici. Időnként a szöveg utal rá, tehát belecsempésztünk ott a környékbeli helyiségneveket. Értem. Tehát ilyen jellegű. Tehát most nem akarom mondani, mert reklámértéke is lenne, tehát vannak ilyen helyi aktualitások. A Rába és Rácza Kapi sok szerepet kap a darabban. És ugye a buborékok előbb vagy utóbb szétpattannak. Ebben a darabban ez hogy történik? Mindenki megkapja magáét? Meg. 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 Igen. A buborék csak nő, de nem tud teljesen a világ mindenségig menni, úgyhogy egyszer csak ez a buborék szétpattan. Tehát az igazságérzetünk nem szenved majd a végén, tehát mindenki, ami jár neki, úgy távozik a színpadról. Hát igen, így nagyon, igen, sarkosan, igen, talán. De van egy nagyon szép tabló, most nem akarom lenőni a végét. A nézők is érzik, hogy szépen lassan fogy az idő, megyünk, közeledünk az előadás vége felé, és akkor szépen lassan mindenki majd bejön a színpadra. Én jelzem a nézőknek, ha nem vették volna észre, hogy az utolsó buborék is szétpattant, tehát ezt így ki is mondom, és akkor már sejtik, hogy mindjárt jön a taps. Van egyébként valami fajta tanulsága egy ilyen darabnak? Hogy látjátok? Igen, szóval a valóság, minden konfliktus abból származik tulajdonképpen, hogy nincs valóságérzékelésük. Ennek a családnak nincs valóságérzékelése. És hát enélkül nem megy. Egyszer csak észre kell venni, hogy hol élünk, miben élünk, mik vagyunk, kik vagyunk, mennyink van, mennyink nincs. Az igazság órája mindig eljön. Kérdés, hogy még időben vagy már időn túl, de mindig jön a valóság szembe egyszer csak. Micsoda végszó volt ez. Nagyon szépen köszönjük. Szépen hogy igen. Köszönjük szépen, és hát kívánunk kéz- és lábtörést, azt még illik? Hát ezt kívánunk ebben a csúszós ilyen időben főleg. Mindig jól jön. Köszönjük szépen, és számtalan nyílt színi taps. Köszönjük szépen. A megkívánást. Köszönjük szépen.